A mai videóban megmutatom nektek, hogy milyen új speciáliskinek érkeznek a Stumble Guys-ba a következő update-ben, illetve bemutatom az új mitikus ritkaságot is, és a 8 vadonatúj mitik skint, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz velem tartani, mert ekkora update már nagyon rég volt a Stumble Guys történetében. Illetve érdemes feliratkozni, hogy máskor sem maradj le ezekről. Akkor nézzük meg szépen mindent a maga sorrendjével. Először nézzük meg a lábnyomokat. Jött ilyen hashtag Stumble Guys-os magad után húzós lábnyom. Az a medve csapda, szerintem ilyen még nem volt, ilyen csapdákat hagy. Van egy-két új lábnyom is, de szerintem igazából senkit nem érdekel. Ezek is nézzék milyen más lett a háttérszínük, attól függően, hogy milyen ritkaságú emóták. Emótokban is szerintem anyád érkeztek új dolgok, van egy ilyen lebegős, egy ilyen űrlényes. Ez még szerintem nem volt, ez ilyen pénz kihullódás, ez amúgy rohadt menő. Fireworks, ez a föllövős fireworks-ös. Money Rain, ez is menő. Anyád, de milyen menő háttere lett a speciális emótoknak? De itt a speciális skineknek is milyen menő háttere. Nézzük a skineket, én azt mondom. Itt van az első új skin. Ez a Yang, ez az ilyen Ying-Yang skin, gyakorlatilag ilyen fekete-fehér téma, ami szerintem elég gagyi, nekem nem tetszik annyira. Nektek mi a véleményetek róla? Van egy-két ilyen Pride-os, Trans Pride, meg Ace Pride, meg mit tudom én milyen skin. Van egy Yin, ja igen, így van egy Yin-Yang külön a kettő. Hát ezek borzasztó gagyik szintén, szóval ezeket annyira nagy figyelmet nem fektetnék. Van egy ilyen Split, egy újabb banán skin, tehát nincs még elég banán skin amúgy a játékban. Tehát hogy itt van ez az újabb banán skin, egy ilyen kis nyakkendővel, hát ez szintén elég fura. Nem adnék én erre egy 10/6-nál jobbat egyébként, meg amúgy az eddig ezekre meg 10/5 alatt itt mondanék, 10/4, 10/5, ez egy 10/6 mondjuk, tehát szintén nem egy különleges skin, 10/5, 10/6. Viszont ami már érdekesebb, az itt van ez a Vile Gal, ez amúgy egyáltalán nem rossz, ugye volt már a Super Gal skin, és ez gyakorlatilag az ilyen más színben. Ez amúgy nem vészes annyira, ez még egy 10/6,5, 10/7, de még ez sem egy jó skin, 10/7, igen erre ti is azt látom, hogy többen azt írtok, hogy 10/7. Legendary skinhez képest nem túl jó, tehát ez epikusnak is, vagy egy ilyen béna rare skinnek is simán elférne, vagy ankám önnek, szóval ez nem extra szerintem egyáltalán. Aztán itt van a Subdog, ami gyakorlatilag egy hotdog skin, ugyanannak a kezei, mint ez ugyanaz a skin, csak átmodellezve más izével, tehát hogy banán meg ez a hotdog, ez ugyanaz, hogyha megnézitek, a szeme is ugyanott van. Amikor adhatunk egy 7-es, mert amúgy ez a hotdogos az jobb ötlet, mint a 100 000. banán skin, szóval amúgy ez a hotdog ez vicces, hogy egy hotdog maga a skin tulajdonképpen, és hotdog jelmezbe van, mert kezei meg lábai vannak ugyanúgy. Szóval erre mondjuk én azért adnék egy 10/7-est, ami szintén nem túl jó, de legalább nem túl rossz. És ez a kajás update téma, ez amúgy elég nagy előtérbe lesz helyezve, mert itt van még a Strawberry Rita is, ami gyakorlatilag egy cupcake, vagy hogy mondják ezt magyarul? Egy muffin, vagy valami, vagy fagyi, vagy nem is tudom, hogy inkább egy fagyi, nem? Egy fagyi tölcsér, meg egy fagylalt. De mekkora? Tehát hogy mekkora ez a skin? Tehát hogy viszonyítás, csak ilyen viszonyítási alapnak, ez a skin ekkora, ez a nagy böhöm. Nagyfejű baba az ekkora, kilóg a képből olyan nagy böhöm. Ez szerintem még nagyobb. Tehát, hogy ez mekkora ember? Ez mekkora? 10/5, igen, hát én is amúgy azt mondom, 10/5, 10/6, nem lenne egy rossz ötlet, de hát nagyon ocsmány lesz a játékban. Túl nagy lesz, hátról nézik, hogy néz ez ki. Már csak, hogyha így nézem, akkor is. Aztán itt van a következő skin, ez a Bones meg Bling, ami egy ilyen átlőtt fejű, arany nyillal átlőtt fejű, arany felszereléses skeleton, ami amúgy szerintem tök jó egyébként, szóval amúgy lehet, hogy hülyén fog kinézni ez így, hogy itt át van lőve, meg minden, de alapvetően ez amúgy egy 10/7-es. Én azt mondom, hogy 10/7-es. Ez teljesen rendben van. Aztán itt van abból az egy szarvú skinből egy átszínezett verzió, ez a Shimmer, ez egy ilyen halálfejes gonosz egy szarvú, halálfejes gonosz unikorn is, jobb, mint az alap egyébként, szóval amúgy ez kicsit talán menőbb. Ez is egy 10/7-et adnék, nem adnék jobbat rá. Spongyabobból a Csillag Patrik, azaz. Szóval amúgy ez vicces, ez amúgy egy vicces skin. Én erre azt mondanám, hogy ez egy 10/7,5 mondjuk emiatt. Ti lejjebb pontozatok, 10/4, 10/5. Hát ez sokkal viccesebb, mint ez a hülye banán. Na van még itt egy ilyen dinnye is, Watermelon Guy, amúgy ez is kb. Ugyanaz a kilógó kéz, kilógó láb, mint ennél az új banán skinnél, meg a többinél. Csak ez egy dinnye, ami még nem volt a játékban, ez amúgy tök menő, meg nagyon nyárias skin, szóval nyáron tökre lehet ezzel vibe-olni, hogy napszemüveg, dinnye, meg minden, szóval amúgy ez szerintem tök király. Még egy 10/7. Egyelőre 10/7-nél nem nagyon megyek följebb ezeknél a skineknél. Amúgy van új epic skin is, a Bones Noir, ami gyakorlatilag egy ilyen fekete csontváz, ilyen világító rózsasz, mi az isten, lila szemekkel, ami amúgy egyáltalán nem rossz egyébként, szóval ez 10/7-nek ez is elfért, most ez is egy legendarynek jön be, nem tudok rá mit mondani. Érkezik egy teljesen új ritkaság is a játékba, a mitik ritkaság, ami ilyen kék csillámlós hátteret fog kapni, és ez alatt lesznek itt a speciális skinek is. Úgyhogy nézzük meg az összes mitikus skint, úgyhogy is alapból 8 darab új mitikus skin fog érkezni a következő update-ben, illetve ezen kívül még jönni fognak majd új speciálisak is, szóval rengeteg új skin jön. Azt mindenki
mindenképpen érdemes tudni. Speciális továbbra is a legjobb ritkaság lesz egyébként, és utána jön a mitik, és utána jön a legendary. Tehát a mitik az a speciális és a legendary között lesz tulajdonképpen. Mert ha megnézzük ezt a Leót, belsejében ugyanaz az Orbitnak ilyen űr látható, rohadt menő. Tehát én erre azt mondom, 10/9. Simán. Ez rohadt jó. Mondjuk 10/8.5, és akkor ez a Cancer, ugye ezek a csillaghegyek miatt vannak, én gondolom én, ez 10/9. Ezek a 69 ízés még ott van. Azokat kinemálhatom a csillaghegyeket alapvetően, mint olyan. Alapvetően maguk a skinek jól néznek ki, szóval ezek 10/8, 8 és feles skinek egyébként, szerintem. Ezzel a belső ilyen ragyogással, meg ezzel a kinézettel. Csak kicsit otrombák, hát nem akkorák, mint ez a cupcake volt azért. Aztán itt van ez a Moonstatch, ami nem is tudom, milyen virágokat lő ki ebből a jetpackjéből, és így lebeg, ugye több lebegő skin van már a játékban. Ez is egy lebegő skin, ami most érkezik a játékba. Mitikus skinhez képest még egy 10/7-et adnék rá, tehát semmi kiemelkedő. Aztán itt van ez a Dusk Dragon, ami gyakorlatilag egy ilyen sárkány skin, olyan mint az Inferno Dragon, csak egy ilyen lila, olyan mint az Ender Dragon a Minecraftban kicsit, arra emlékeztet. Én erre mondjuk egy 10/7 és felet adnék, hogyha ez 10/7-es skin, akkor ez akár 8-as is lehet egyébként. Ez teljesen rendben van ez a skin, tehát teljesen jó, nem böhöm, nem izé, letisztult, szép, jól néz ki, vagány, menő. Ez teljesen rendben van, én azt gondolom. Itt van ez Uncle Sam, ez is egy lebegő skin, szintén ilyen jetpackes, de azért ez már menőbb, hogy ilyen csillagok pattognak ki belőle, meg ez a ruházat is talán kicsit vagányabb, mint ez. Ez is egy 10/7-es skin, főleg mitikushoz képest. Jeljétek meg, jön ez, meg ez. Ezek mik ezek? Mik ezek a skinek? Érdekes. Érdekes koncepció, hát nem tudom, ezért egyáltalán hogy pontozzam. Tehát oké, fejek vannak a izé. Ez még egy ilyen testetlen vízcsepp, hát ez nem volt nehéz kidolgozni. Adnék ezekre egy 10/6-ot legszívesebben, hogyha nem tudnám, hogy ezek új ritkaságban mitikus, nagyon különleges skinek. Nem tudom, ez hogy jutott eszükbe egy ilyet csinál. Biztos misztikus, hogy hova tűnt a teste, de pár lebegő vízcsepp, és akkor ennyi. Ez egy skin. Tudom, hogy másnak a hátulja nevet, meg izé, ez amúgy tök poénos, csak lehetne teste is, tehát most nem volt kedvük megcsinálni, és akkor gondolták, hogy nem dolgoznak vele, kihagyják ott a textúrát, és akkor misztikus, lebeg. Ez nekem nem annyira tetszik, ez a kettő. Ezek sokkal jobban tetszenek, meg ez amúgy, ez egy jó skin. És még ugye itt van a Hot Gloves McLav Ultimate boxoló, tehát azért van többféle boxoló skin a játékban, van legendary, van epikus boxoló, és ez tényleg egy széttetovált, lángos ruhába öltöztetett, lángoló fejű, meg a legjobb boxoló, ami eddig a játékban van talán, hogyha jól tudom, talán speciális boxoló nincsen. Tényleg, aki a boxoló skineket szereti, vagy alapban ezt a formát, vagy ezt a koncepciót, annak ez nagyon király lehet szerintem, és ez egy 10/7 és feles skin, simán lehet, hogy akár 10/8-as is ez a kettő. Na de nézzük meg a még továbbra is legjobb ritkaság, a speciális ritkaság skinjeit. Itt van a Phoenix, ami az első új speciális skin lesz, és rohadt menő szerintem a hátán ez a ragyogás, vagy ez a villódzás, vagy ez a szárny effektus, viszont csak az a baj vele, hogy ilyen széles, nagyon nagy, nagyon-nagyon bumszka lehet, hogy hátulról nagyon zavaró lehet majd, amikor játszunk vele szerintem. De amúgy meg egy tök menő, ugye egy ember, aki egy ilyen Phoenix jelmező van tulajdonképpen felöltözve, szerintem ez egy 10/8-as, 8 és feles. 9-et azért nem adnék erre, de egy 10/8-as simán. Ez nem egy új skin, hanem csak megváltoztatták a Sensei Fire Fistet. Más színű lett itt ez a fejpántja, meg a haja, meg a más színű lett egy kicsit az egész, ilyen szőkén lángol a haja is tulajdonképpen. Ez a Sereita, ami gyakorlatilag egy ilyen sellő skin. Sokan szeretik biztos a sellőket, szerintem ez teljesen rendben van, nem tudom, ez hogy fog menni a pályán. 10/7-es, 7 és feles. Sensei Fire Fist továbbra is nagyon tetszik, az alapból is nagyon tetszett ez a skin, szóval szerintem tök jó. Itt is ezek rendben vannak a mitikus titkaságban, csak ezeket nem tudom hova tenni. Na, úgyhogy srácok, most, hogy megnéztük az új skineket, itt az ideje, hogy pörgessünk is ki belőlük párat. Én azt mondom, hogy vágjunk bele akkor, nézzük meg az első pörgetésünket, hát ha már ez egyből beravaszkodik valami finomságot nekünk. Ah, és ott is van! Na? Na? Hogy halljam? Ki volt az, aki azt írta, hogy elsőre fogom kinyitni? Ki volt az? Hát elsőre kinyitjuk itt a bétában, és milyen menő lett az új speciális nyitási animáció is, hogy itt vibráló cucc itt van a háttérben, rohadt menő. Nagyon király. Szétadom, srácok. Elsőre kinyitottuk az új speciális skint. Ilyen még a bétában sem nagyon szokott történni. Ott is van. Na hát azért még pörgessünk egy kicsit, többi dolgot is meg tudjuk szerezni. Ne, de hülye vagy, ott van a Phoenix is, meg ezek. Vak vagyok? Vagy mi van? Ott volt a Phoenix is, meg ezek. Nézzük meg egy 10-eset, mert nyilvánvalóan az is ingyen van. Ott volt a Phoenix is.
És első mitikus skin, ott is van a Cancer. Első mitikus skin, amit kinyitok, a rák skin. Ott látod, ott van a Phoenix is. És kivették azt, hogy villognak a... Várjál már, lehet, hogy Noel, itt vagy? Kivették a teóriádat, lehet, hogy most először. Na nézzük, akkor már a többi speciálisat is kiny... Beragadt a lemez, vagy mi a tökön van, Stumble Guys? Hát ezt meg kinyitjuk 150-szer. Ott van a legendary skin is, ez egy teljesen jó legendary. Azért kell néha azért nyilván lábnyomot is nyitni, azért az kötelező. Legendary ismételten. 5 gem, azt nem tudom, hogy kerül ide, de nem is azt nyitjuk, kérem egy lábnyomot. Itt van a Yin Yangból az egyik, majdnem megint az a speciális, mi a jó isten. Nem vették ki, ott villog, hát én nem látom. Ja de, ott tényleg, ott a mitikeknél villog. Na és láthatjátok is, ugye kinyitottunk két új mitiket, plusz egyszer kinyitottuk duplicate-ben is a mitiket, és 100 darab Stumble Token-t jelent, a speciális pedig 500 Stumble Token. Az eddig nem 700 volt? Epic Orbiter-ből ez egy nagyon jó kérdés például, hogy azon lesz nekem mitikus skinek, nem tudom ezt például látod, nézzük meg, hát ha. Aha nem, itt Legendary Epic Special. Itt szerintem ezen nem változtattak, ez maradt az OG. Ezen valamiért mindig ez a 4 skin van, én nem tudom, hogy erre miért nem tesznek új skineket, tehát ezt nem tudom felfogni, mert ez már kb. Mindenkinek megvannak ezek a skinek. Speciálisat még azt a Phoenixet akár kinyitná. Ó, ez új mitik, nagyon szép, nagyon szép. Új legendári, hát ezt semmi extra, ezt nem is láttam, hogy amúgy ez a Trash Panda ez új skin, hát ez tényleg semmi extra. Itt a Indianból a másik, fantasztikus, mind a két fele megvan már. Amúgy 2v2 turnamentben vicces, hogy az egyik öltök az egyikkel, egy másik öltök a másikkal, 100 éve megvan már ez a mi az isten lábnyom. És most kinyitjuk azért még egyszer, hogyha esetleg még nem lenne meg, akkor most megbizonyosodhatjunk róla, hogy tényleg megvolt, tehát az már eddig is megvolt. Ez speciális skin, ez meg be van ragadva, nem tudom, ez a játékban is ilyen könnyű lesz-e kinyitni, de ma már háromszor kinyitottuk úgy, hogy ezt az ászlót is, de úgy, hogy a Phoenixet, meg a másik, nézd, ott a Phoenix sarokba, azt meg még egyszer sem nyitottuk ki. Viszont ahogy látjuk, ez a rossz hír, hogy 500 darab Stumble Token jár már csak a speciális skinért. A Legendary-ért 20 jár, azért eddig nem 30 jár? A Legendary-t is lejjebb vették? Ember. Gyere, Phoenix! De pedig látod, nem villogott az egyik oldala sem, tehát itt most már szerintem ezt a teóriát, ezt pont kivették. Most, hogy felfedeztem, egyből kivették, új mitikus skin, ez nagyon jó. És ez maga a skin annyira nem jó, de a maga a tény az tök jó, hogy kinyitottunk egy új mitik skint. Ez a legendary sem volt még, meg azt akartam mondani, de már megvolt. Mi az isten a kodáplikét? Egy legendary lábnyom, fantasztikus. Ez a nagyfejű strawberry izé, ez valószínűleg borzalmasan zavaró lesz. Még egyszer kinyitjuk, egyből kétszer egymás után, ez fantasztikus. És ott van a sárkány. A sárkány mitik skin, ez nagyon menő, ez nagyon jó, hogy megszereztem. Megint ez a hülye Yin-Yan. A gem az nem tudom mérlega, szerintem csak valami bága keréken, ez már megvan. Ez is megvan már. Na ennek nagyon örülök, ennek a dragonnak, viszont még mind nem sikerült kinyitni egy speciális skint amúgy. Két speciális van, az egyiket kinyitottuk már háromszor, másikat meg még egyszer sem, már a mitikusakból is szerintem csak maximum egy hiányzik itt a kerékről, vagy kettő. A speciálisból kettő van rajta a keréken, és nem adja be a másodikat, hanem bead egy duplicate mitiket. Ajjajjajj, de ezt meg nézd meg. Megint nem világított egyik oldalon se, és mégsem ment el addig, tehát kivették. Legendary 5 gem. És ne pixel boxer! Az 5 gem az bugos volt, gondoltam, hogy az bugos. Valójában egy pixel boxer volt, majdnem megint csillagpatékot is kinyítjuk, fantasztikus. Lehet, hogy halványon villog, és akkor szemüvegnék, miatt nem látom. Ott a hotdog skin is, az se volt még nagyon jó, és még mindig van egy pörgetés. Léci Phoenix. Á, nem. Cancer ismételten. Amúgy még azokat a hülye új mitikeket sem nyitottuk ki. Közben van még egy pörgetés egyébként. Tessék, akkor ott is egy hülye új mitik. Biztos, ami biztos. Emojitsu vagy jutsu vagy nem tudom mi. És itt van ez a vizes is. Let's go. Spriccelés skin. Már 100 000-szer megvan ez a hamburgeres lábnyom, vagy mi a bánat. Gyerünk. Ez is megvan már. Gyere, Phoenix. Gyere. És elmegy, nem hiszem el. Nem akarja azt a Phoenixet beadni a rohadt életbe? Hát is erre beadja ezt, ezt nem hiszem el. Ezt a hülye sellőt annyira erőlteti. Phoenixet meg nem bírom kinyitni egyszerűen. Na itt, amiket mutattam, új animációk, amúgy meg emótok, meg ilyesmik. Ezekből is vegyünk egyet, nézzük meg, hogy miket tudunk itt megszerezni. Ez amúgy, de ez rossz, a pénzeset kéne. Ezt a pénz feldobós vagy mi a tököm. Van ilyen színes kula. De és most még egyszer ugyanez? Ezt a pénzeset akarom. Jó, ez jó. Ez nem tudom, hogy most taunt animációként nyitottam ki, vagy meccs végén animációként. Mindjárt kiderül. Egy tűz, fantasztikus. Hányás. Ez a hányás, ez tökéletesen le is írta, hogy mennyire is voltak rosszak ezek a nyitások. Ez is nagyon jó, ez a skin, de már megvan.
És még egyszer kinyitjuk. Köszönöm, nagyon tetszik ez a skin, nagyon jó. De már megvan, most már adhatná valami olyat, ami